2016. szeptember 17-én rendezték meg Török Szent Miklóson az autómentes napot és a második Tour de Török Szent Miklós kerékpárversenyt. Az Európai Autómentes Naphoz szorosan kapcsolódik az Európai Mobilitási Hétrendezvény sorozata, amelyet 2002 óta minden évben szeptember 16-a és 22-e között rendeznek meg. A települések az európai karta aláírásával és az abban foglaltak vállalásával csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A rendezvény egyik hosszú távú célkütízése az, hogy rávegye a rendszerint autóval munkába, iskolába vagy kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az utazáshoz fenntartható alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe. Ilyen módon hozzá kíván járulni a polgárok egészségének és életminőségének javításához. Török Szent Miklós városa ebben az évben is színes programokkal várta az érdeklődőket. Én azt gondolom, hogy abszolút pozitívan sült el, sőt talán várakozáson felül is. Előtte azt tudni kell, hogy mozgósítottuk az összes iskolát, óvodát, bölcsödét, illetve a Mobilitási Hét keretein belül ezekben az intézményekben is különböző programok bonyolódtak le, és akik aktívan részt vettek az iskolákban, óvodákban ezeken a kerékpáros programokon, őket a tanárok jutalomként kihozták ide. Szerintem nagyon sokan vettek részt a rendezvényen, illetve Rolandék a, a kerékpáros versenynek a szervezői arról tájékoztattak, hogy talán megközelítőleg kétszer annyian neveztek magára a második túl de török Szent Miklósra, mint tavaly. Szerintem egy nagyon kellemes kerékpáros napot töltöttünk együtt. Sok visszatérő vendéget vagy résztvevőt hívtunk a programra, amelyek programokat tavaly is nagyon szerettek. A résztvevők így itt volt a Hortobágyi Nemzeti Park, a Vörös Kereszt különböző elsősegély bemutatókkal. Jelen volt a Befogadlak Alapítvány, örökbe lehetett fogadni kiskutyákat, illetve a tavalyihoz képest újdonság volt, hogy Tiszakécskéről Melusi bemutatót Hozott Halápi Sándor olimpiai bajnok, ami nagyon tetszett a közönségnek, és, és egy nagyon érdekes színfoltja volt. És kéne felejtsem, az egyik legfontosabb, illetve a legnagyobb eleme a rendezvénynek tavalyhoz hasonlóan a Városi Rendőrkapitányság kollégái által megtartott kresztotó, illetve ügyességi verseny, amin rengeteg gyerek vett részt, és nagyon ügyesen mutatkoztak be, illetve sajátíthatták el a Kresznek az alapjait. A mobilitási hét az egy európai program, tehát mindenhol egyszerre egy időben ez zajlik. Ehhez pályázni kellett, vagy regisztrálni az önkormányzatnak? Tavaly csatlakozott az ország ehhez az európai kezdeményezéshez, és így török -Szent Miklós városa tavaly már rögtön az első évben Közreműködött ebben. Ennek több lépcsője volt, volt egy regisztráció egyrészt a Magyar Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál, illetve magában a külföldi kezdeményezésben is egy külföldi honlapon kellett csatlakozni ehhez a mobilitási héthez, és aztán egy második kör vagy lehetőség volt az, hogy önkormányzatok pályázhattak bizonyos anyagi támogatása és ennek a lebonyolításához. A Török Szent Miklós önkormányzat ezt tavaly is megtette, idén is megtette, és mind a két évben nem túl jelentős, de egy kisebb anyagi támogatás sikerült elnyernünk a minél színesebb rendezvények megtartására. A tavalyi évben, amikor ehhez a mobilitási kartához csatlakozott a város, akkor lehetett különböző vállalásokat tenni. Ennek egyrészt része volt az, hogy megtartja ezt a rendezvénysorozatot a város, és ennek során egy közterületet egy napra elzár a forgalomtól, ez a tavalyi évben is, illetve ebben az évben is a vásárhelyi pálút volt. Emellett viszont kellett olyan kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos vállalásokat is tenni, mint például a kerékpárutak bővítése, vagy pedig különböző ilyen kerékpárok közlekedés, kerékpárosok közlekedését elősegítő közlekedési megoldások. Akár például a forgalom lassítására közle, rendőrök kiépítése. Ebből a tavalyi évben Török-Szent Miklós városa a, a kerékpár tárolók, illetve a kerékpáros útvonalak fejlesztését vállalta, hiszen pont akkor folyamatban volt a 46-os út felé kivezető kerékpárút építése.